köszöntök, akkor mi lenne is feladatomnak a víziójáról szeretnék beszélni. Amikor a tervpályázatnak nekiláttunk, az volt az alapvető célunk, hogy egy olyan intézményt hozunk létre, ahol az élsport és a tömegsport is egyidejűleg jelenhet. Ennek az volt az oka, hogy a pályakerékpársportot gyakorlatilag lefejezték Magyarországon, és ezt csak úgy gondoljuk újraépíthetőnek, hogy a civil sportnak is helyt adjunk. Maga a helyszínrajza megőrizte, hogy koncepciónk helyszínrajza megőrizte az eredeti helyszínrajzot. A hajós alapvetőre főépületet megőriztük, és egy olyan 400 méteres pályát emeltünk a új stadion tetejére, mint amilyen most a terep szinten fekszik. Az alapkoncepció a bal felső ábrán látható a mai állás, a jobb felső ábrán látható, hogy megemeltük a 400 méteres kültéri pályát, létrehoztunk a stadion tetején egy közösségi teret, és a profi stadion meg úgy alakítottuk ki, hogy teljes felületére kapcsolatot tudjon teremteni az új nemzeti sportközpontnak a külső partjával. A külső partnál az elképzelésünk, hogy azokat a freeride kerékpár stílusokat is behoznák a parkba, akik ma mindenféle köztereken sportolnak, és így gyakorlatilag az intézményben a kerékpársport összes stílusa megtalálná a helyét. Ezen a meccseten látszik, hogy maga a profi fa pályával burkolt stadion az besüllyed a földbe, a közösségi szintje a stadionnak az a terepszinttel kapcsolódik, és hogy bal oldalon meccseten látszik, hogy a Mihályos Velodrom eredeti főépülete pedig a épület tetején kialakított sportpályához illeszkedik. A hajósféle épületbe helyeztük el a fogadócsarnokot, ebbe a tengelybe lépünk be az új épülethez, egy naptaggal kapcsolódik az új stadion a régi épülethez, és a környezetére pedig egy üvegfallal teljesen nyitott struktúrával néz. A mínusz első szinten helyeztük el nyugaton a közösségi funkcióknak kiszolgáló terét, keleten pedig a sportolói fogadótereket, a VIP fogadótereket, illetve a sajtófogadást terei, és körbe a pálya körül pedig egy parkolót létesítettünk, ahonnan a különleges lépcsők a tengelyeken a töltést tudjuk biztosítani. A mínusz második szint a sülyeztett kerékpárstadionnak a sportteréhez kapcsolódik. Ez egy dupla közlekedős rendszer, kívül az utcai ciklős közlekedővel, pedig a sportciklős közlekedővel, és ez a belső sportciklős közlekedő teljes felülettel a sportpályára néz. Látszólag egy ilyen szabadon szerkesztett oszloprendet mutat a struktúra, de emögött egy elég szigorúan végig gondolt geometriai rend látható. Ezeknek a szerkesztési vonalaknak a megszés pontjára helyeztük el a pilléreket, a pillérek pedig az alépítmény sugarasan elhelyezkedő tartófalain ülnek. Az épület elég összetett funkcionális rendet akar, de ügyeltünk arra, hogy minden egyes funkcionális zóna teljesen tisztán elkülönüljön egymástól, de ahogy ezt egymásba illesztjük, itt látható a baloldali második, alsó baloldali második ábrán, a függőleges zónákkal mindegy ilyen tervis illeszkedik és kapcsolódnak össze. A szolgáltatási rendjében egy nyitott struktúrát gondoltunk, arról már volt szó, és ez az építészeti formálásban is visszaköszön, gyakorlatilag a közösségi tereket üvegfalak választják el a sportcsanítási területre. Maga az aréna tér is egy ilyen nyitott rendszerű tér, jól látszik középen a multifunkcionális sülyeztett középtér, a fapálya, illetve az a közösségi, illetve közösségforgalmi tér, ami pedig már a parkba nyílik. A felülvilágító rendszert azt meg úgy pontottuk meg, hogy a funkció kívánja. A hosszmetszeten lehet követni, hogy az alsó szintet milyen tisztán támadja meg a sporttechnológiai rész, a középső szinten helyeztük el a fapályát, ami aztán fölemelkedik a terepsíkra, és hátulról pedig ott a látsó nézetben látható volt a millenáris. Maga a felső pálya a szabadon megközelíthető, kívülről két rámpa vezet fel a stadionnak a tetejére, gyakorlatilag ez bevezetőtől függ, de a építészeti koncepció az akár egy 24 éves útvatartás is megenged. Fönt a épület tetején van az a kültéri 400 méteres pálya, ahol mi a tömegsportnak, a közösségi sportnak, illetve az utánpótlás nevelésnek gondoltuk a terét megteremteni, de ez egyébként mindenféle ilyen
tétvégi programokra, családi programokra is alkalmas, és ha lelátóról, hogyha visszanézünk, akkor ez a térbeli konstrukció hozza magával azt a képletet, amit még az 1928-as pályakerékpár világbajnokságra, ami Budapesten szervezte, Hajós Alfréd annó megállott. A honlózatképzést az az alap ötlet határozta meg, hogy megemeltük ezt a artisztikus formát, ami ugye egy kerékpárpálya szerkesztéséből adódik. Vasbetonnal dolgoztunk, a vasbeton mellett a méretek ez a kültéri funkció is szólt, de emellett szólt is, hogy a 30-as években épült Hajósféle háznak is pont a vasbeton szerkezete az, ami építészet történik szempontból komoly és megőrzendő értéket képvisel. Ezen a perspektíván is jól látszik, hogy a vasbeton és az üveg igazából egy ilyen hagyományos, modernista hagyományokra építkező formavilágot mutat. És visszatérve az első képhez, innen talán most már így könnyebben megértjük az egész térbeli konstrukciónak a rendjét. Jobb oldalon látszik a külső pálya, a stadion teljes üvegfala, a parkanyíri és a Hajósféle főépület eredeti funkciójában és eredeti formájában újra valós életet fog kapni ezzel a rendszerrel. Köszönöm a figyelmet, kollégák! Stadion mellett, hanem az olimpiai negyedben. És most is. Itt van, most is működik, igen. Megy be akár kicsit. Köszönöm szépen.